látásmódjával, Száz éve született Hók Ferenc festőművész. Ezen alkalomból tartottak emlékkiállítást Dunabogdányban. Tulajdonképpen az, hogy ennyien itt vagyunk, és jó itt most a Lajtán, aki vendégek is itt vannak, de nélkül, azt hiszem nélkülük is telt ház lenne, ez mutatja, hogy mennyire erősen jelen van a bogdányiak szívében Hók Ferenc. A Szent Donát napi búcsú hétvége keretében rendeztek emlékkiállítást Hók Ferenc festőművész születésének 100. évfordulója alkalmából. A kiállítás megnyitója jelen voltak a testvérváros Leutenbach küldöttei, akiket Hók Ferenc legidősebb lánya Hók Judit köszöntött. Majd Liphárt András, a művelődési ház vezetője egy személyes történettel kezdte beszédét. A művész 100 évvel ezelőtt született itt Dunabogdányban. Nem csak azért tartjuk Bogdányi festőnek, mert itt született és élt, hanem mert témáiban is a Dunakanyart és elsősorban szeretett faluját festette meg. Korai munkáiban egy figurálisabb megközelítéssel, a pálya előre haladtával, a rá jellemző finom absztrahálással, a tájat és épített környezetet átszűrve törve magán, ahogy a semmivel és senkivel össze nem téveszthető fákat és igen a fényt, csillogást és színeket örökítette meg, és hagyta örökül nekünk egy igen gazdag életművel. Hók Ferenc nem csak precíz tudását és szakmaiságát, hanem látásmódjával önmagát, személyes művészi jelenlétét is beletette a falu sokszínűségét megmutató műveibe. Liphárt András elmondta, hogy az emlékkiállításon a látogatók nem csak a művész festményeit, hanem egyéb eddig talán kevésbé ismert alkotásait is megtekinthették. A kiállításon szereplő művek a család gondos válogatásának köszönhetően átfogó képet adnak a művész bogdányi kötődéseiről. Többször jártam Feri bácsinál a szülői házban, az asztalos műhelyből kialakított műteremben mindig szeretettel fogadtak. Jó és tartalmas beszélgetések emlékét őrzöm. Fiatal kultúrosként többször felvetettem egy a kultúrban megrendezésre kerülő tárlat ötletét, aminek lehetőségétől ugyan nem zárkozott el a művész, csak mindig hozzátette, nem jó ehhez a kultúr, nem jók a fények. Ebből leszűrtem, hogy van még tennivaló egy Hók kiállítás létrejöttéig, és ez Feri bácsi életében sajnos már nem jöhetett össze. A Dunabogdányi Művelődési Ház nagy termében különleges alkotások is helyet kaptak, melyek a vásznon túli világba kalauzolják az érdeklődőket. Láthatók itt templomi és mennyezeti üvegablaktervek, egy kiskunhalasra készített monumentális mű, valamint a Négy évszak című mozaik terve, melynek eredetije Bonyhádon található. A festő különleges szín és formavilága átalakította a kiállítótér hangulatát, teljesen új fényben mutatva meg a bogdányi kultúr ismert terét. Liphárt András mellett Varga Anna nyitotta meg a kiállítást, aki szakdolgozatát írta a művész munkásságából, így részletesen tudott mesélni Hók Ferenc életéről. Amikor én először megláttam Feri bácsi festményeit a polgármesteri hivatalba, akkor nagyon különös izgalmat éreztem belül. Ezek nem szokványos képek. Itt valami különleges érezhető. Ez egy bizonyos rezonancia. Keresve és találva van az igazság. Köpeci Rózsa, művészettörténész, egymásba szőtt látomásoknak nevezi Hók Ferenc festményeit. Varga Anna meglátása szerint Hók Ferenc művészete és élete nem elválasztható, hiszen festészete, azaz élete is volt egyben. Hók Ferenc abban a házban élte le az életét, ahol a szülei is éltek. 25 éves korában kezdett el Budapesten festést és rajzot tanulni. 1949-ben nyert felvételt a Magyar Képzőművészeti Főiskolára, ahol Bernát Aurél, Szőnyi István és Barcsai Jenő is mesterei voltak. Barcsai Jenő volt az anatómiai tanára, és Feri bácsi nagyon jól tanult, és mindent tudott többnyire, kivéve a hónaljat, azt nem egész alaposan tudta, és pont azt húzta ki a vizsgán. És szembesült azzal, hogy most a hónaj következik, és akkor már eldöntötte, hogy Barcsai Jenő saját vonalkultúrájával fogja megoldani a dolgot, odaállt a táblához, és fehér krétával a fekete táblára elkezdte a vonaljat fölrajzolgatni, millió vonallal, ahogyan a barcsai rajzok is megjelennek össze-vissza. És hogy olyan sok vonalhálót kerített oda, hogy tulajdonképpen a vonalj az észrevétlen maradt. Mire a mester azt mondta neki, hogy
látom, hogy tudja, és megkapta a legjobb jegyet Feri bácsi. A művész a Derkovics ösztöndíjat is elnyerte, mely egy pozitív változást hozott, hiszen lehetőséget teremtett, hogy munkáit több településen is bemutassa. Varga Anna kiemelte, hogy Hók Ferenc hűséges volt Dunabogdányhoz, a község pedig úgy viszonozta ezt számára, hogy buszokkal mentek el az avató ünnepségekre és kiállítás megnyitókra. Aztán ez a két terv készült el, ez az 1980-as években készült, és a Bogdányi templom üvegablak tervét látjuk itt. A kenyér és a bor, a magvető és a szüretelő. Csalódás volt, mert nem ő nyerte meg a pályázatot. Nem találták elég szakrálisnak a művet az ítészek. Úgyhogy annak ellenére, hogy Feri bácsi nagyon szerette volna, hogy legyen egy műve Dunabogdányban, egy ilyen fontos helyen, ez nem valósult meg. Egy kicsit később megvalósult ennek egy változata Budapest egy szállodájában. A kiállítás egyik legmegrázóbb műve a bányász szerencsétlenségét ábrázoló festmény, amely Hók Ferenc számára különösen fontos volt. A festő személyesen tanúja volt egy bányász tragédiának, amely után mindössze 3 óra alatt alkotta meg ezt az erőteljes művet. Az eredeti kompozíción később csak annyit változtatott, hogy a főalak kezéből kivette a leplet, még drámaibbá téve a szürke, kőtömszerű holttestet, amely végleg elválik az élettől. Amikor megismerkedtünk, és többször megfordultam a házukban, akkor Feri bácsit egy mélyen gondolkodó, exakt megfogalmazásra törekvő embernek ismertem meg. Többnyire mindenről volt figyelemre méltó közlése. Vég nélkül tudtam volna hallgatni a történeteit. Önmagához azonban szigorú volt, de az emberekhez nagyon kedves. Olyan ragyogó mosolya volt, ami sokak napját bearanyozta, ha találkoztak vele, egy egyszerű hétköznapi találkozás során is. És ezt a mosolyt azt hiszem, hogy mindenki fel tudja idézni, aki találkozott vele. Amikor a képek előtt állnak, akkor nem megérteni próbálják őket, hanem azt az üzenetet megérezni, ami ilyen remártott ecsettel felvarázsolt oda. Az emlékkiállítás megnyitóját Ott Magdolna és Susan Leitz énekművész Brahms dalokkal színesítette. A megnyitó zárásaként Liphárt András elszavalta Héj Miklós versét, melyet Hók Ferenc képei is lettek. A sárgák izzásai rengetik a földet, nem csak hátra a múltba nézni, mindig a kút mélységét megidézni. Azok az esti izzó ezüst aranyak jelenünkben tartanak, mint erős kötelek jönnek, vagy menetben a kései ezüst kékek. A fényesek, a szürkék, árnyak, kontúrok fehérben, feketén, egymást egymásból formálva, csak a zöldet várva, ölelőn, rügyezőn megállva, párosan egyé szövődve, így együtt feloldva, az életbe mártva, a vászonra hordva, sok barnával, egy csepp ezüst szakállal összekeverve, vonalból formává, harmóniává égve, újból és újból újra születve, a világ szemébe nevetve.